Mint ismeretes, a MedCenter Kft. 2013. március 31-e után nem kívánja tovább működtetni az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetet. Információink szerint az Aszódi önkormányzat, mint fenntartó, várhatóan a 60-i Albert Schweitzer kórházzal köt majd szerződést a további működtetésről. A tárgyalások folyamatban vannak, ezért nem kívántak nyilatkozni az ügyben az érintett felek. Tóth Gábor, a térség országgyűlési képviselője felelt kérdéseinkre. Az én megítélésem szerint itt mindig minden mindennel összefügg. Na most nézzük lokálisan az aszódi helyzetet. Aszódon az STK-t, ami egy aszódi város tulajdonát képező ingatlanról van szó, egy magánvállalkozás működtette, amely logikusan nem jótékonysági intézmény, hanem haszonelvű működést feltételez. A másik történet pedig ugye 60 város kórháza, amely a nem is túl távol időben még arról szólt a történet, hogy talán hát átértékelődik, vagy ne adj Isten devalválódik, és egy salgótarjáni kórházi és egészségügyi központhoz leszünk úgymond beintegrálva 60 is, és a Galgavölgye is. És itt jött az a történet, amikor is Aszód megkapta a járási státuszt, és ezzel a paralel az itteni dolgok is, úgy hiszem, elsődlegesen az emberek érdeke mentén felértékelődnek napjainkban is. Az aszódi járás megalakulásával párhuzamosan pedig ugye, mint alapellátás, kormányzati koncepció, az állami feladat kell, hogy legyen. Na, innentől logikusan következik, hogy bár nem egy megyében vagyunk, Heves és Pest megyéről van szó, de lokálisan, térben, minden tekintetben ez a két térség, 60 és a Galgavölgye szervesen kapcsolódik össze egymáshoz, nem csak az agyvával, hanem egyéb más módon is, és nekünk közös érdekeink az, hogy itt az egészségügyi ellátás hosszú távon és biztonsággal meg legyen oldva. Ennek pedig a járóbeteg ellátási oldala az egyik lába, amely a 60-i kórház pozíciót is erősíti, és felértékelte a 60-i kórházat önmagában. Tehát idézőjelben tisztelettel üzenem a 60-iaknak, hogy ők általunk erősebbek lettek, és nem szívességet tesznek, hiszen közös érdekünk, hogy a 60-i kórház erősödjön, megmaradjon és fejlődjön. Ezzel a 60-iaknak és a környékbérieknek és a Pest megye perem fel részén lévő galgamenti embereknek is tudják azt a szolgáltatást juttatni és biztosítani, amely elvárható egy állami ellátás keretében. Ezzel az átvétellel az Aszódi Rendelőintézetben járó emberek fognak-e valamilyen változást észlelni? Annyiban biztos, hogy másabb lesz, hogy párhuzamosan, fölöslegesen két dolog nem kell, hogy működjön. Tehát teszem fel a labor, bár hozzáteszem, szakmai nem értek hozzá, ha van 60-i kórház keretében, akkor nem feltétlenül biztos, hogy kell legyen Aszódon, hiszen egy racionalizáció keretében akkor reggel itt leveszik a vért, beviszik és délutára megvan az eredmény. Ad egy, ad kettő pedig, ami nagyon nem mindegy, hogy a járóbeteg ellátás keretében az az orvos fogja gyaníthatóan Aszódon majd a járóbeteg ellátás keretében fogadni a járóbeteget, aki éppenséggel műtötte a kórházban, vagy éppen ott kezelte. Tehát logikus és nagyon praktikus szempontrendszer is van e mögött. Tóth Gábor elmondta, hogy kezdeményezett egy sajtótájékoztatót, melyen hivatalosan is tájékoztatni fogják a lakosokat az Aszódi Rendelőintézettel kapcsolatos változásokról.